2024. januárja óta dr. Molnár Bálint személyében egy új háziorvos praktizál Biatorbágyon. Milyen szálak fűzik ide, és hogyan került az orvosi pályára? Biatorbágyra úgy kerültem, hogy nagypapámék itt laknak, így gyerekkorunkban többször vigyáztak ránk, úgyhogy azért ismerős voltam itt a városba, illetve hát a rezidens képzés alatt csináltam itt gyakorlatot, de akkor már tudtam, hogy szeretnék itt dolgozni. Az orvosi pályára arra elég kalandosan kerültem, mert én matematikusnak meg fizikusnak készültem, és utolsó pillanatban döntöttem mégis az orvosi pálya mellett, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás volt, és én megtaláltam, amit szeretnék sokáig csinálni. A háziorvosi munka az azért is volt számomra nagyon szimpatikus, mert itt találkozik legtöbbet az ember a beteggel, illetve ide mindig visszajárnak a betegek. Egy egész szoros kapcsolat alakul ki, megismerjük egymást, és én ezt nagyon fontosnak tartom az orvosi munka során, hogy ne csak egy-egy betegségcsoportot, meg egy-egy tünetet nézzünk, hanem egészbe az embert, minden külön-külön betegségét együtt kezelve, akár a lelki problémákkal is. És szerintem ez itt a háziorvosi praxisban a lehető legkönnyebb elérni. Milyennek látja a várost és a benne élőket? Én a várost nagyon szimpatikusnak találom, szerintem nagyon szép helyek vannak. Az itt lakókról meg én úgy látom, hogy alapvetően két csoport van, az akik már régóta itt laknak, meg azért nagyon sokan nemrég költöztek ki, de én igazából mind a kettő betegcsoporttal nagyon jó hangot találtam meg, és problémám senkivel nem volt idáig. És házi orvosként mi a legfőbb cél a Biatorbágyon? A célom az az igazából, hogy az emberekben azt így tudjuk tudatosítani, hogy a betegségeket azokat inkább megelőzni sokkal jobb, mint kezelni, és ezáltal így egészségesebbé tenni a várost.